Nagy szeretettel várunk mindenkit csütörtökön, vagyis holnap délután 17 órára a Nemzeti Könyvtárba, a díszterembe. A szokásos könyvtárlat sorozatunk következő évadának első estjére. Dede Franciska vagyok, néhány szóval szeretném önöket meghívni, vagy titeket meghívni erre a rendezvényre. Lesz beszélgetés a Balatonról, Felvidékről, Balaton körüli emlékhelyekről, írókról, költőkről, feltehetőleg Borvidékről is. A két meghívott vendégünk Ambrus Lajos és Alexa Károly. De, mint látható, lesz szó balatoni lapokról is, különböző kiadványokról, a 19. századból, illetve a 20. század elejéről. Aki eljön, megtudhatja például, hogy milyen fürdővendégek, kik látogatták Füredet, megtudhatnak sok mindent az idénylapokról, néhány érdekes képet is láthatnak, amelyek az 1908-1910-ben megjelent lapokban a Balaton körüli munkálatokról, a Balaton körüli életről, mindennapokról szóltak, és hát nem utolsó sorban egy fantasztikus művészi csemegével várjuk önöket, szintén a Balatonhoz köthető az Aranyember című Jókai regénynek a némafilmes változatából fogunk vetíteni 20 percet, amely alatt Darvas Ferenc zeneszerző fog zongorázni és improvizálni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan élménynek kínálkozik, amelyet mindenki magával vihet, és emlékezetessé tudjuk tenni ezt a Fürettől Keszthelyig című estünket.